mi a rend önöknél? Elnézést kérek a késésért, túloldalról jöttem, csak nem lehet az egyik szaladgálni annyira. Vannak szabályok, úgyhogy is szembesített a... azért... Sajnos. Igyekeztem a munkával pedig átjönni. Jó, két széket látunk. Volt visszakasul egy ember, egy is, és két. Gyere, gyere már. Megoldhatom külön, mert akár beszélgetetek is mondom. Hova szeretném? Ahova kell, nekem mindegy. Hol szokott ülni? Itt szokott ülni. Felveszem ezt. Az magasabb szokott lenni? Nem. Ne forduljak arra, hogy lássuk. Nem találja, hogy a így a szó. Kicsi. Nem is kell mikrofon? Nem! Csókolom, jó estét kívánok, elnézést, nem láttam, hogy tetszenek ülni. Vagy sejtem. Nagy szeretettel köszönjük ma este a két beszélgető partner, a polgári esték program keretén belül a kis színpadon önöket. Akkor innen átveszem. Jó. Az első oldalt, amit felírtam magamnak, akkor ki is dobhatjuk. Sok szeretettel köszöntöm én is önöket a Fonyódi polgári esték mai alkalmából, ahol a vendégünk már megelőzött sok mindent, amit el akartam mondani, illetve egy hatásos belépőt tartott. Reméljük hasonló lesz a ma este, és nagyon jól fognak szórakozni. Ezért a szórakozás, hogy minden alkalommal ugye köszönetet kell mondanunk a projekt, illetve rendezvénysorozat támogatóinak, a miniszterelnökségnek és a Bethlen Gábor alapkezelőnek, nélkülük ugye ezeket az eseményeket nem tudtuk volna megszervezni. És ahogy ugye a korábbi években, illetve a korábbi hónapokban megszokhattuk, igyekszünk mindig olyan vendégeket hívni Fonyódra ezekre a beszélgetésekre, akiknek valami fonyódi kötődésük van. Majd ki fog derülni, hogy Andrásnak milyen fonyódi kötődése van, előre elárulom, szerintem nem sok. De fogunk arról a kevésről is majd beszélni, és sok egyébről, Balatonfelvidékről, Talián Dörögről, Szőke Andrásról, és Bede Róbertről, Bagár Sándorról, mindenkiről fogunk ma mindenféle izgalmas dolgot hallani. Akkor megpróbálok bemutatni András, hogy egy nagy tapssal üdvözölhessen a közönség. Kérem, fogadjál sok szeretettel Szőke András filmrendezőt. Forgatókönyvíró, operatőr, színész és Karinti Díjas humorista. Isten hozott Fonyódra, András. Nagyon szépen köszönöm. Rögtön abban harcolnék, hogy azt hangzott el, hogy nincs sok kötődés. Csak egy titkos szót szeretnék mondani, lecsmecs. Nem tudom, hogy az így ismerőse. És akkor már igazából Bede Robi is ide kapcsolódik ehhez a történethez, mert azért voltunk itt jó párszor. És volt olyan, hogy én szép rosszalkodtam a Robinak a programját, de alapvetően a halas ételekkel kapcsolatban többször is voltak nagy közönség felé aktív programjaink. Főztetek petyeket sokszor nekünk, ugye? Egy különleges, autentikus fonyódi étel. És ugyanez nem így, megbeszéltük, hogy a programban milyen kérdések jönnek, tehát rögtön a 18-ra ugrok, hogy ez végül is abszolút kapcsolódik a Balaton történetéhez, mert attól, hogy a víz túloldaláról érkeztem, tehát az északi partról, és még ott van egy ilyen magaskat is, tehát hogy ott még azon a másik oldalon kicsit le kell ereszkedni, de kultúrájában, történelmében nagyon is kapcsolódik ez az egész térség, mondjuk a II. Világháború előtt, vagy inkább a 18-19. Század, ha megnézzük, és ami a Dörögdi medencében, vagy az ott lévő régi falvakban jelen volt, az 1800-as évek elején nagyon sok helyütt, kis településeken mindenütt ismerős volt, és ezt úgy mondom, hogy a szegénység. És most innen teljesen messze ugrok, mert amúgy szentesi ember lennék, egy alföldi ember, és a szegénység az ott is jelen volt régen.
és a gasztronómiában, mert látom, hogy már elvesztették a fonalat, hogy mit akarok mondani. Az itteni halas ételkészítés, hozzátenném, hogy ahonnan jöttem, az is egy halas hely, mert az a Tisza, meg a Tisza ártere, meg a Kurca, ott is vannak halak, csak másmilyen, de hogy mindez úgy kapcsolódik össze nagy távolságokban is, és a Dörögdi medence is, hogy például Szentesen is, meg Dörögden is, ha a disznóvágás volt, olyan nem történhetett, hogy bármelyik része a disznónak ne legyen földolgozva, minden. És ha a Robi kapcsán itt előjáróban a halászai szóba került, akkor azért fontos megjegyezni, hogy az 1800-as évek közepéig olyan, hogy passzírozás, az nem létezett. És ennek nagyon egyszerű oka van. Nem az, amit gondolnánk, hogy akkor az milyen lidús étel lehetett, mert hogy benne van minden az aprólék, hanem mert mindenre szükség volt. És hogyha a Robi itt lenne, akkor lehet, hogy innen már el is ugranánk az alapléhez, vagy az ízösszeghez, vagy Dörögdhöz, ahol például a disznóvágásnál dunántúliasan úgy mondják, hogy kövesztőlé, alföldiesen abalé. Ugye nagyon sok helyütt, ahol most vágnak disznót, a disznóvágás után ezt kijöntik. Na, Kapolcson, meg Dörögdön soha. Ez volt a gornyadó. Hozzá a disznóvágás után készítettek pirított kenyérkockát, és még legalább egy hétig levesként, vagy valamilyen betétet még elkészítettek. Ezt tették a szegény emberek. De miért? Mert azt mondhatnánk, hogy ez borzalmas. Gyakorlatilag a húsokat abba főzték bele, ha azt esetleg utólag fűszerezte az ember, akkor tudod, a legjobb ízösszeg jött létre, és csak mivel magunk között vagyunk, hadd mondjam azt, hogy a legtöbb étteremben magukat soha nem fogják a főszakácsok oda beengedni. Hátul van egy ilyen karancs tűzhely, 3-4 hónapig is folyamatosan megy, meg van egy ilyen bonyhádi fazék. És a segédnek az a dolga, hogy minden, ami le lett csípve, az dobja bele. És nem vízzel, vagy ízesített fűszeres vízzel dolgoznak a sűrűteknél, vagy az ételeknél, hanem mindig ebből merítenek egy picit. Na most ezt tulajdonképpen ugyanott vagyunk, hogy a Balaton mellett a szegény emberek, akik haláztak, ezeket a pici kis apró halacskákat, azt nem tudták eladni, hozzátenni, hogy a legjobbak voltak, sokkal jobban, mint a nagyha, egy ilyen vegyes alap az mindig ott volt lassú tűzön, és azt gondolom ugyanúgy érvényes a disznóvágásnál is, vagy másfajta feldolgozásnál is érvényes. Arra összegényebben semmit nem dobok ki. Ha Badár Sándor itt lenne, ő bizonyítaná, hogy az Alföldön, ahol nagyon erős még most is a tanyavilág, ott azt mondták, hogy egy tanyám soha nincs szemét. Azért nem volt gond a szemét elszállítás, mert tanyánál nem képződött szemét. Mindent felhasználtak valamire. Ha más nem, akkor várjuk falat javítani, de mindent felhasználtak. Bocsánat, hogy elkanyarodtunk, csak próbáltam így védeni. Próbálok reagálni arra, amit mondtál, hogy a halásztével kezdted. Hát azt tudni kell, hogy mi Andrással és Robival bő 15 éve ismertük meg egymást, egy badacsony halászlé főzésen emlékszel arra az alkalomra, amikor esett az eső, és nem akart fölforni az alaplé? Nem. De olyan volt, hogyha már itt az esőről és a rossz időről beszélünk, hogy nagyon sokszor a Robival szabadtérben szoktunk dolgozni, és azt hiszem talán a Nádasdi Kastélyfesztivál programnál volt, ott egy sparhelton kellett készítenünk Tócsit, és hát nyilvánvaló volt, hogy az a program nem fog tudni létrejönni, mert irdatlan módon esett az eső. Robi ráadásul mindig ügyel a ruhájára, hogy szép legyen, az ott kb. 3 perc alatt alakult át. Velem nem volt annyira gond, mert tetszenek látni, most is, hogy nézek ki, de Robi gyönyörűen fel volt öltve, kis bőrcipő, minden elázott. Összenéztünk és azt mondtuk, hogy olyan nincs, hogy feladjuk. Tehát akkor már gyakorlatilag, mintha le lett volna lakkozva a Robi haja, minden így folyt befelé az arcán, de ugyanolyan lendülettel és vidáman dolgoztunk. A sparhel tetején, mivel fával fűtöttük, az pattogott folyamatosan. Gondoltam, hogy előbb-utóbb majd szét fog törni. És az összes ember a várba behúzódott a kapu alá.
gondolom annak okán, hogy megnézik, hogy akkor mi mikor adjuk föl, mikor takarodik el onnan, mikor fogunk elpullog, mikor verekszünk össze, hogy ezt a Robi intézte. Mi meg a legnagyobb boldogsággal dolgoztunk, és az étel az előbb-utóbb eljutott abba a szakaszba, hogy lehessen kóstolni, és mivel azt látták, hogy a két bolond ott van az esőben, 400 ember tolult ugyanúgy ki, iszonyatosan jó hangulat volt, együtt viháncoltak ők is, mert ők is eláztak, és egyszer csak azt lehet észrevenni, hogy a működő égő sparhátot itt tolják a Robira, hogy adjon már még. Úgyhogy lehet, hogyha itt volt egy ilyen esősebb idő, akkor én szerintem itt sem futamodtunk meg, és bennem azok az emlékek vannak meg az itteni munkákról, hogy általában mindig nagyon sokan voltak látogatók, messziről is, Budapestről, és külföldiek is voltak. Ugye az volt a sztori, hogy valami rendezvényen nyáron nekiállt adok halászlevet főzni, mi ott voltunk 3 órát, de nem akart felforni a hallé, mert annyira szakadt az eső, hogy egyszerűen nem tudtátok, bármilyen valami rosszabb fajta gázrózsa volt alatt, és nem tudtátok annyira melegíteni, mennyire az eső fogyódott. Mi hoztuk. Nem tudom, lehet, hogy ott kaptátok. És ugye utána átigazoltunk titeket a déli partra, és főztétek a jobbnál jobb halászléket, harcsapaprikásokat, petyekeket. És sokáig ugye azért nagy sikerrel zajlott ez az esemény. De még talán olyan programokra is emlékszem, hogy nem halas, hanem... Voltatok a kolbászfesztiválon is. Igen, tehát valami káposztát készítettek, egy jótékonysági árverésre csináltatok káposztát. Igen, téli időszakban is voltunk, és emlékszem, hogy nem csak halas dolgokkal voltunk ilyen. Tehát ez már egy nagyon hosszú időszak, hogy... Robi többet volt, érthető is, mert... Hát ő főz, úgyhogy ő talán azt mondhatnám, hogy törzs vendég itt. Ő minden évben többször van. Hát akkor kitárgyaltuk a Fonyódi vonatkozásra. Nem, mert tudunk még beszélgetni róla. Biztos, hogy lesz még akkor. Ingrid Sándor atyáról nem beszéltem még, aki Talián Dörögdön a római katolikus plébános, de somogyi gyerek. És neki például itt Fonyódon volt az anyukájával egy kis háza. Én költöztettem a plébános urat, amikor ezt eladta, ezt a kis házat. És Illésatya egy nagyon aranyos ember. Villanyszerelőnek tanult fiatalkorában, meg rádiótelevízió műszerész is, tehát egy nagyon nyitott katolikus pap. Vele visszük a Talián Dörögdi római katolikus plébániát. De hogy így az a beceneve, hogy csatapap, mert mindent megold. Anglikánokat is összeadott már Dörögdön. Csak itt merem elmondani, hogy a Veszprémi érsekségen az a... Ott úgy hívják, hogy Keresztelő Sanyi. Mert csak létezik mindenkit összead. Nagyon nyitott ember. Annyira nyitott ember, hogy a Művészetek Völgyében, amikor a kulturális programokat csináltuk, akkor egyszer jöttek fiatalok, 19-20 éves fiatalok, jó hosszú haja, és megengedte nekik, hogy fölmenjenek a színpadra, zenéltek, és jöttek az öregek, és mondták a plébánosnak, hogy de hát ez punk zene. És akkor mondta a plébános, hogy hát mely ők is Isten gyermekei, úgyhogy már punk koncertünk is volt a római katolikus plébánián, meg buddhista program is. Igen, ha már említette a plébános előtt, közösen egy helytörténeti múzeum kialakításán dolgoztok Talián Dörögdön most már régóta. Hogy áll ez a projekt? Mi ennek a célja, miért fontos nektek a helytörténet, ezeknek az értékeknek a bemutatása, megőrzése? 1762-ben a Dörögdi római katolikus plébánia már működött önálló plébánossal. Egészen 1980-ig folyamatosan ott laktak a plébános bácsik. És aztán utána a 80-as évek közepétől én szerintem itt a déli parton is a nagyon, nagyon megfogyatkoztak a katolikus papok, tehát akkor indult el egy olyan folyamat, hogy egy pap vagy egy plébános akár 5 települést is vigyen. Az atya, Illésatya Siófokon volt, innen került át, először itt szolgált. Az idősebbeknek mondom, hogy ő annyira lendületes pap volt, hogy még beatniséket is csináltak itt Siófokon, őrületes nagy ifjúsági létszámmal, tehát nagyon működött az egész, és
ő valamikor 89 körül került át a másik oldalra az akkori érsekatya vitát, mert hogy az ott lévő kis települések azért itt nagyjából 200 fős, 400 fős, 650 fős településekről beszélünk. Tehát az atya fiatalon került át a másik oldalra, és Monostor-Apáti a központ, ahol lakik. Monostor-Apáti, Kapolcs, Vigánt, Petend, akkor Taliándörögd és Hegyes település, amiket az atya egyszerre visz. És Dörögdön, a Dörögdi plébánia az nagyjából egy olyan 20 évig mondjuk úgy, hogy elhagyatott hely volt. Ebből következik, hogy az összes nyílászáró be volt törve, nem volt fűtőeszköz, hadd ne soroljam, minden tönkre, mert nagyon idősek az ottani hívők, és én már előtte elkezdtem egy helytörténeti munkát a faluban, a volt TS területén, a Kovács műhelybe. És az akkori polgármesterünk próbált összehozni Illésatyával. Én római katolikus vagyok, de alapvetően szentesen kereszteltek meg, mert ott voltam római katolikus, tehát Dörögdön nem gondoltam, hogy valahogy én ebbe az egészbe még egyszer belekerülök. Konkrétan most a talán dörögdi római katolikus közösségnek az egyik előjárósági tagja vagyok. Ez egy nehéz helyzet, mert én vagyok a legfiatalabb a testületben, tehát utána következő 83 éves, úgyhogy amikor beszélgettünk, az egy elég bonyolult dolog, az atya kérte, hogy én is vegyek ebben részt. És azt szerettem volna mondani, hogy a helytörténeti múzeumnak, mivel bővült, kellett volna egy hely, és az akkori polgármesterünk azt mondta, hogy Illés atyával neked találkozni, akkor már működött a Márta Pistával a Művészetek Völgye, és egy nyári napon a római katolikus plébánián találkoztunk, és azt mondta, hogy itt lehetne ezt a munkát folytatni. Én nem gondoltam, hogy ez nagyon hosszú ideig fog tartani, meg hogy mindenféle, mondjuk úgy, hogy ez olyan, nem tudom, hogy tetszettek-e már úgy járni, hogy egy régi szekrényt kinyitnak, egy ruhás szekrényt, hogy csak egyetlen egy vászon zsebkendőt kiveszünk, és a melltartótól a cipőig minden kiborult. Tehát a plébániával is ez történt, hogy elkezdtem a felújítást, elkezdtem a munkákat, és aki építőiparból van itt, stukatúr mennyezet, 9,5 méteres gerendák, palatető, két teherautónyi sít alatt megtaláltam a 150 éves kenyérsütőkemencét, nyilván nem úgy, ahogy annak kellett volna lennie, régi patkányjáratokkal, és a többi, és a többi, és akkor, mivel említettem plébánosorot, hogy ő egy probléma megoldó ember, ráadásul ez zasztavát is tud szerelni, például a kemencét azt úgy újítottuk fel, ez működik már nagyon régóta, ezt a nagyon régi kemencét, hogy egy 27 cm x 42 cm-es bejárata van a kemencének, azért tudom mondani, mert voltam benne, és a lakatos műhelybe hegesztettünk egy ilyen új vaspántot, mert tehát a régi az tönkrement, kis ajtóval, és mivel nekem szobafestő a szakmám, az 1912-es néprajzi lexikonban megnéztem, hogy a régi kemencéket belőlről hogyan szokták javítani. Most ugye egy műhelybeszélgetés van, nem tudom ezt jobban mondani, tehénszaros mésszel, és ugye ez elkész egy kis pejvával, elkészült ez az anyag, én beraktam a kemencébe, ez tényleg régi típusú kemence, tehát ilyen teknős béka páncélszerű húzott boltíve van. Nyilván, hogy minél jobban megmaradjon benne a hő, tehát én, mint szobafestő, megpróbáltam bejutni ezen a lyukon a kemencébe, úgyhogy előtte betettem a javítóanyagokat, és betettem egy régi asztali olvasó lámpát, hogy valami fény legyen. Mert arra csak gondoltam, hogyha biztos egyszerűen látni, ez nem zsír, hanem tévénéző izom, hogy 50 év felett egy kicsit megváltozik az embernek a testalkata, tehát éreztem, hogyha én azon a lyukon egyetem be tudok menni, akkor ott valószínűleg lezárom ezt a járatot. Hozzátenném, hogy azt így nem teljesen gondoltam azért át, de az megfordult bennem, hogy
mivel az atya sarokköszörűvel javította ezt a keretet, meg ő heggesztette az ajtót, mondtam, hogy maradjon már ott, tehát ha véletlenül mégis esetleg van probléma van, akkor ő tud segíteni. Ez konkrétan úgy nézett ki, hogy mert elég hosszúkás kemence, hogy én ideig helyezkedtem el ebben a szerkezetben, és arra gondoltam, hogy ha bármi baj van, akkor majd szólok, hogy atya, húzzál ki, mert amúgy tegeződünk. Igen, de az volt a probléma, hogy innentől ez a szakasz lezárta ezt a bejárati részt. Hát nem erre készültem, hogy most ezt kell majd földolgozni, de úgy tessenek elképzelni, hogy ahogy így feküdtem be, itt volt fölöttem a javítandó, mert ez egy téglakemence volt, fölöttem volt a javítandó rész, tehát én azt tudtam csinálni, hogy megpróbáltam ebbe a tejénszoros mérbe belenyúlni, és ahogyan, hát normál esetben is drettelni szoktunk, csak itt kézzel, megpróbáltam ezt a szakaszt szépen átsimítani, nem tudom mennyire tetszenek ismerni az idősek biztos a kemencéket, egy pici korom van, meg úgy mondom, hogy egy pici olajos felület, azért 150 év alatt a téglák átalakulnak, mondjuk úgy, hogy az általában, mivel olajos víztaszító, meg olyan anyagokat is, amit az előbb, már nem akarom még egyszer kimondani ezt a szót, tehát konkrétan az történt, hogy én feküdtem, hősiesen meg, mégiscsak egy katolikus plébániában meg kell csinálni, kentem a plafon, és ez az egész, ez folyamatosan a számba fog. Az meg se fordult a fejembe, hogy a 220-as lámpa ott van mellettem, és úgy, ahogy van gyakorlatilag, nem az lesz a probléma, hogy megfulladok azzal az anyaggal, amit nem akarok még egyszer kimondani, hanem belefolyik a kislámpámba, és nem, hogy én meghalok, mert agyam itt, hanem az atya kint állt, és lehet, hogy még őt is megrázza az állam. És egy idő után mégiscsak sikerült ezt megcsinálni, de éreztem, hogy most már sűrű a levegőben, és én próbáltam a plébánosomnak szólni, csak azt nem tudtam, hogy én, mint egy parafadugó, ezt az egész kemencét lezárom. Tehát ő valószínűleg csak ezt hallott, mert már egyre feszültebb voltam, hogy és mivel én a Szentesi Horváth Mihály gimnáziumban jártam, ott néptánccal és pantomimmel is foglalkoztunk 17 éves koromban, tehát tudtam, hogy hogyan kell a testtel dolgozni, tehát az atya a lábmozgásomból érezte, hogy itt valami nagyon nagy baj van, és elkezdett kihúzni, de 1985 és 87 között voltam az MN-1630 Kunigunda laktanyában a Hátországvédelmi Főparancsnokságon katona, a dekorációs műhely vezetője voltam. Egyszer lett is egy nagy probléma, mert 4 méteres Lenin fejet kellett oldalról elkészíteni, de egy másfél méteres kis raktárunk volt, és túl csillett a Leninnek a fejet, de nem direkt csináltam, hogy legyen, csak a lényeg, hogy ebből a katonai időből megmaradt egy katonai nadrág szíjam. Ez most is a mezőgazdasági munkáknál használom, ez egy nagyon jó szíj, sertés bőből van. Na ez abban a pillanatban, amiről beszélek, rajtam volt, és ahogy az atya húzott ki, a katonai nadrág szíjam fölakadt a perembe, tehát azt éreztem, hogy én most konkrétan nem tudom, Mici Maszkót tetszettek-e olvasni, ott ugye van egy ilyen drámai lélektani helyzet, amikor a füles nagyon szomorú, hogy bemézeznek, tehát megeszik a mézet, és akkor ugye füles ott abba a kis ablakba beszorul. Én úgy éreztem, hogy innentől se ki, se be, és már olvastam fejbe a cikket, hogy másnap a Blikben ott van, hogy Szőke András Balázs Béla díjas filmrendező belefulladt a tehénszoros mézbe, és a plébános pedig agybérzésre megkalta, hogy húzta ki ezt az embert. De mivel tetszenek említeni, azt mondtam, hogy a Horváth Mihály gimnáziumban foglalkoztunk pantomimmel és tánccal, így eszembe jutott, hogy van egy ilyen mozdulat, ráadásul nagyon-nagyon féltem, és ömlött rólam az izzadság, és ez lehetővé tette azt, hogy ilyen hangot halljunk, és én nem parafadugó, hanem egy ilyen lágy epidermiszként kicsúsztam ebből az egész. Most ez csak nem akartam én ezt nagyon húzni, de 6 évig sütöttünk ebben a kemencében a falunak, készítünk kovászokat, többféle kovászt is, és ma már van még 2 másik fatüzeléses kemencénk, meg van egy NSK kenyérdagasztó gépünk is. Ez nem tévesztés, annyira régi, a
nagyvázsonyi pékségbe dobták ki, mivel mondtam, hogy az atya villanyszerelés volt, ő megcsinálta a motor részét, ez egy 400 literes csille, és ebben tudunk dagasztani kenyeret, úgyhogy nagyon sokáig dolgoztunk a falun, van egy kis boltunk, és oda hordtuk lacipékkel a kenyeret. Kicsit megcsúsztam itt az ábrázolással, de hogy a viccet félretéve, a plébánián több mint 600 feliratos tégla van, a régi boros pincébe, nem azért, mert nem lenne jó, ahol lenne bor, de nem volt, most tégla van. Krisztus után 400-420-ból vannak a legelső tégláink. Ott elég sok szerzetesi helyszín van a Dörögdi medence környékén, pálos kolostorok, tehát nagyon sok szakrális helyről is kaptunk téglákat. Szeretném jelezni, hogy nem az van, hogy a szőke, amikor nincs itt, akkor lopkodja az épületekből a téglát, hanem mivel a Helytörténeti Múzeum a legelején létrejött a Művészetek Völgyébe, és az volt a cél, hogy azt a kultúrát, azt a falusi közeget, azokat a családtörténeteket el tudjam mesélni. Ennek, mivel a fesztiválon nagyon sok más jellegű program volt, ilyen meg kevés, elég nagy volt a látogatottsága. És én csak azt gondoltam a legelején, hogy ami a régi házainkból egy, kettő, három eszterházi tégla, vagy mondjuk ajkai tégla címerrel, felirattal megtalálható, akkor azok is legyenek ott, mint ahogy kerámia edények, és a többi, és a többi. És nincsenek ezek, hogy úgy mondjam, biztonságtechnikailag ezek a helyek lezárva, tehát néha van olyan, hogy a Művészetek Völgye után szépen sorban vannak a téglák, látom, hogy ez is hiányzik, ez is hiányzik, ez is hiányzik. Azt nem tudom, hogy szatyorban hogy lehet program alatt elég nagy súlyúak ezek a téglák, van vártégla is, nem tudom, hogy lehet kivinni, de néha valahogy kiviszi őket a húzat, de ugyanígy érkezett oda nagyon-nagyon sok tégla, hogy a látogatók hozták. És azt mondták, hogy nekik nagyon fontos volt az a szemlélet, amit az atyával együtt adtunk, és ők a saját tájegységükből hoztak téglákat. Tehát így például Erdélyből, Bihar területéről is vannak téglák, második Rákóczi Ferenc szülőházának padlás téglájából is van egy darab, megint mondom, hogy nem én hoztam el onnan, Badár Sándor, de örömmel fogadtuk. Úgyhogy mindent úgy alakítottunk ki a plébánián, hogy ha mondjuk múzeum szempontjából vagy szakmai szempontból néznénk, akkor ez egy nagyon zavaros hely. Mert nem állami támogatásból működünk, nem is pályáztunk, nincs alapítványunk, egyesületünk se. Tehát úgy tudott például egy korabeli konyha létrejönni, hogy amit az idősek adtak. Ha vadlinkot adott, akkor én megköszöntem. Hogyha egy vászon törölközött, akkor megköszöntem. De nem volt hozzá borotválkozó készlet. Ha jött egy kis faragott tükör, akkor nem biztos, hogy a női csontkefék azok megvoltak. Tehát most már nem teljesen így állunk, de először az volt, hogy volt kis általános iskolás, alsó tagozatos, tehát elemi iskolából tollak, kis asztalok. Mellette lehet, hogy egy polgári családnak mondjuk a hímzett anyagai. Mellette, mert valaki azt hozta, Lenin bőrbe, vászonba, és műanyagban. Én akkor mondtam az atyának, hogy bocsánat, atya, mit csináljunk, azt mondta, hogy ez is a történelem része, mivel Dörögdhöz tartozik, tehát van egy 1945 és 1989 közötti időszakot bemutató helyszínünk is. Aki esetleg rádióműszerész volt, vagy kicsit idősebb az én korosztályom, az tudja, hogy például a vörös szikra magnó, az mit jelent ez a kifejezés. Ez a Magyar Népköztársaságban az első hordozható szalagos magnó volt. Ezt szimbolikusan mondom azt, hogy hordozható, mert 52 kiló a tekercselés miatt. De atya ezt is rendbe tette, varázsszemes működik, most Jimmy van rajta szalagon, kicsit húzza. De például 8-féle szokorrádiók van,
nagyon sok híradástechnikanyag, és természetesen abból a korból brigádnaplók, oklevelek, mert hogy lehet, hogy most ebben az időszakban ez az egész korszak 89 előtt egy nagyon furcsa korszak. Most nem akarom, hogy itt elszomorodjunk a beszélgetésbe, de nyilván mindenkinek megvan szabva az a X idő, amíg itt a földi világban van, tehát ezt mi is az atyával megbeszéltük, hogy nem leszünk ott mindig, de hogy egy következő generáció, mondjuk adott esetben a 45-89 közötti időszakot is meg tudja nézni, hogy ez hogyan működött, találja a tárgyakat, ezért fontos, hogy van egy ilyen helyszín. De van 1600-tól levéltári anyag gyűjteményünk, és nem csak vallási, hanem természettudományos anyagok is. Tehát Bertalanffy Pál a világnak két rendbéli ismérete, ez egy jezsuita szerzetesnek az egész világgal foglalkozó könyve, ebből például van ott egy példány. Azért tartom különlegesnek, 1700 közepén vagyunk, mert ebben a világjáró könyvben, ebben Mexikó Kanadával határos, és nincs elrontva a könyv. Tényleg volt egy ilyen időszak, amikor Mexikó határos volt Kanadával, és a mexikómiak lakták a Bertalanffy féle magyar nyelvű könyvben, leírja, hogy ott a mexikómiak élnek, azt is leírja, hogy úgy hívják az istenüket, hogy vicli-pucli. És akkor kezdtem el gondolkodni, hogy én megőrültem, ilyet nem tanultam, meg valószínűleg hülyéskednek ebben a könyvben. Kanadából jöttek haza ismerősök, és ők utána bizonyították, hogy már pedig volt ilyen istenségük. Szóval régi anyagok is vannak, régi könyvek is. Annak örülök, hogy a Badár nincs itt, mert ő is nagyon sokszor lépett fel a plébánián, de ő azt szokta mondani, hogy Jézuskától a gépuskáig minden van a Dörögli plébánián. És ez részben igaz, mert egyszer például egy 1912-es a faluból egy 1912-es revolvert hoztak le, és átunk ott az atyával. Mondom, hogy jó szakembert, hogy azonnal szét is tudta szedni, és mondta, hogy minden rendben van, működik. Na akkor ijedtem meg, mert nincsenek rácsaink, meg hasonló, és mondtam, hogy cseréljük már egy József Attila kötetre, úgyhogy az irodalmi része erősödött. Ha már Taliánderőnél tartunk, ha jól tudom, 1990-ben költöztél a faluba, mi volt az, ami megfogott téged a Balaton felvidékben, Taliánderőkben? Miért fontos neked a vidéki élet? Milyen olyan értékek vannak itt, ami esetleg máshol nincs egy nagyvároshoz képest? Maga az odaköltözés az tulajdonképpen azt kell, hogy mondjam, hogy véletlenszerű, az akkori élettársammal mi Budapesten, Budakeszinén éltünk, és az ő szülei, meg az ő családi története az Tihanyhoz kötődik, és amikor gondolkoztunk azon, hogy Budapestről eljövünk, akkor mivel tapolcai középiskolások voltak, és a régi osztálytársak ott éltek Dörögdön, akkor valahogy egyszer csak úgy véletlenül az hangzott el, hogy akkor, hadd tegyem hozzá, hogy nem volt ennyi autó, tehát volt mondjuk Trabant, volt esetleg egy Moszkvics, egy Zsiguli, vagy Lada, Barkasz, tehát inkább az volt, hogy busszal közlekedtünk, és ehhez mindig hozzátartozott az átszállás. Tehát Budapestről például Dörögre körülbelül egy nap alatt lehetett lejutni, a távirat az három nap alatt ért oda, és akkor Dörögdön három darab telefon volt, Tapolcára volt bekötve, tehát úgy, hogy felvettük, és akkor megmondtuk, hogy kit szeretnénk hívni, utána csörgött a telefon, és akkor azt mondták, hogy Tapolcá, kapcsolom már hívottat. És volt a vegyesboltban egy telefon, a tanácsnál, és az orvosi rendelőben, azt hiszem. És ez teljesen normális volt, hogy valaki kiállt az utcára, ha esetleg volt hívás, és akkor kiabált, hogy Szabójéknak szóljatok be, mert telefon van, és akkor a boltba telefonáltunk. Tehát ez egy olyan időszak volt, amikor oda kerültem, a Monostor Apáti Egervölgyi MGTS-hez tartozott az egész dörögdi környezet, amikor a TS bizonyos épületeit, rendszereit már megpróbálta áruba bocsájtani, és hát be kell vallani, hogy ezek az eladandó épületek nagyon rossz állapotban voltak. Az is, amit mi
megvásároltunk és elkezdtük felújítani, ez egy 1700 végén már működő másfél méteres kőfalakkal rendelkező régi kocsmai épület volt. Kutatások szerint Sobriék, Milfajt, Ferkóék jártak oda, de akkor ott a 89-90 köpi időszakban, akkor tulajdonképpen Dörög olyan volt, mintha a világ végére érkezett volna meg az ember. Onnan nem megy tovább köves út, tehát oda be lehetett akkor menni. Igazából most sem megy tovább másfelé közút. Erdei utak vannak, ez egy nagyon hosszú történet, ez is nagyon szívesen elmesélem önöknek, de akkor nem fogunk itt végezni, hogy az erdei utakat nagyon jól ismerik a falusiak, és 1945 előtt természetesen Szekér úton gyalogosan nagyon is egy hálózati központ közepe volt Taliándörög, két piaca, állatpiaccal és zöldségpiaccal, de akkor, amikor én odaérkeztem, akkor éppen a szocializmus vége van, és tulajdonképpen azt mondhatnám, hogy minden romokban van, elkezdtünk ott szépen talpra állni, elkezdtük felújítgatni a helyeinket, és én úgy éreztem, hogy ha valaki egy falusi környezetbe úgy dönt, hogy oda kerül, akkor ennek a szabálya úgy kell, hogy működjön, hogy én kopogtattam be, én léptem oda a hozott történetemmel, tehát nekem kell alkalmazkodnom ahhoz a szabályrendszerhez, mert hogy igenis van a falvakban szabályrendszer, nem is akármilyen. Mivel kevés időnk van, próbálom ezt egyszerűen mondani, hogy a legnagyobb szabályrendszer a régi történetekben, a 60-as években is, például a Dörögdön az az volt, hogy életbe kell maradni. 1967-ben 3 méteres volt a hóvihar miatt Dörögdön, a hó benne a faluban, úgyhogy nem, hogy kenyérére nem tudtak kimenni, hanem mivel ez egy bányászfalu volt, megengedték a bányászoknak, hogy az ajkai meg a halimbai bányákba ne menjenek el dolgozni, és járatokat, állásokat és járásokat hoztak létre, hogy egyáltalán a szembe lévő házba át lehessen menni. Tehát a Bakonynak ez a része azért a 60-as években, a téli időszakban nem volt egy egyszerű környezet, ebből az is következik, hogy ezek a falvak nagyon összetartóak. Mondok egy teljesen más példát, ezt lehet, hogy a hölgyek fogják érteni, hogy ez az időszak, ez a régebbi időszak azért még egy dolgot jelentett, hogy hiánygazdaság volt. Nem volt a faluban, nem úgy volt, hogy leszaladok az éjjel-nappaliba és megveszem. Mégis minden tökéletesen működött, mert Marika, meg Ilonka néniék, direkt nem akarok konkrét nevet mondani, mert Strumpf Marikáról van szó, hogy ősszel is, meg tavasszal is az volt, elsősorban a legjobb technikai eszköz az a női nejlonharisnya, másrészt pedig a már kifogyott cukros zacskó volt, amiben babot, vagy petunia magot, vagy paradicsom magot, mindent el lehetett helyezni, és azt lehetett folyamatosan hallani, hogy kopognak a szomszédnak a mondjuk a disznója oldalán, és akkor kiabálnak, hogy Marika, gyere már! És folyamatosan működött egy árucsere, gyönyörűen, mert lehet, hogy valakinek maradt vetőkrumplia, valakinek viszont tarka babja volt, és egyfolytában működött a csere. Ezek itt a helytörténeti munkánál nagyon érdekes, az idősek nagyon érdekes információkat mondtak el. Például 1947, háború végén vagyunk, abban a faluban is nagyon sokan meghaltak, és nem, hogy a falvakban, a városban se volt mindenütt cukor. Törögdön volt cukor. És kérdezem a Rózsi néni, a szomszédban, akik ő mesélte el, 88 éves, azt mondta, hogy volt cukrom. De mondtam, hogy? Hát azt mondja, hogy csináltunk. És az idősek tudják, hogy fermentációról beszélünk, erjesztésről beszélünk, tehát az történik, hogy a cukorrépa, de nagyon furcsa, marharépából is lehet cukrot készíteni, hogy ezt az egészet megerjesztették. Ez így elmondva nagyon szép, a fiataloknak mondom, és itt nem zavarlak ebben, ugye, hogy... Nem, én nagyon jól hallgatnak. Jó. Hogy azért lepődtem meg, mert egyszer a Badár szervezett egy programot, és
hát ugyanennyire csönd volt, én próbáltam beszélni az emberek közé, és akkor odahajolt a Badár, és oda sugta, hogy mondhatsz mindent, mert olaszok. Tehát, hogy nem tudom, hogy tetszenek tudni velem jönni, ugye a történetet. Tehát Rózsi néni megállt, és azt mondta, hogy hát abban a hordóban erjesztettük a cukorlépát, elkészültem el, lefőztük, szűrtük, lefőztük, szűrtük, és kész volt. És mondom, akkor ilyen szép volt, ilyen szép fehér. Szerintem nem, nem. Teljesen barna, rozsdás barna volt. Mert hogy maga ez az anyag, az eredeti anyag nem tud fehér lenni. Azt most itt ne dolgozzuk fel, hogy mitől fehér, meg mitől olyan szép az a cukor, amit most. Ez mind az ragadt, egybe volt, és nem ilyen színű volt, meg azt sem dolgozzuk fel, hogy milyen illata van, amikor átalakul, mert foglalkozunk házi ecetekkel is, erjesztünk, de egy biztos, hogy elő tudták állítani ők maguk a cukrot. És én most azt mondom, hogyha ne legyen így, bármi történne a külvilágban, akár egy városi közegben, akkor az aludtejet, a tejsavót, vagy akár a cukrot, amiről beszéltünk, vagy akár az, hogy legyen házi eceten. 40 féle ecetünk van, de nem azért, mert megőrültem, és az a mániám, hogy csináljunk mindenből ecetet, hogy mutassuk meg, hogy a legkülönlegesebb őstermelők, kistermelők vagyunk, hanem gyümölcsökből elő lehet állítani az ecetet. A régi falusi embernek, meg a régi polgári kultúrában volt is ecetes ember, de azért volt annyi féle ecet, és ezek fantasztikusak. Tehát egy vesztercei szilvából elkészített ecet, azoknak próbálom mondani, aki még esetleg ebben nem került kapcsolatba, de főz, hogy nagyon jó eceteket lehet kapni a boltba. De ha valaki saját maga házilag elkészített ecetet fogyasztott már, akkor tudja, hogy kettő köszönő viszonyban nincs. Hogy egy birsalma ecetnek olyan illata van, olyan aromája van. Lehet, hogy nem néz ki vizuálisan olyan szépen, amikor még benne van a kis üvegbe, mint amiket a boltba kapunk, de ezek valódi anyagok. Tehát a Bözsi néni, meg Rózsi néni történetei, meg a cukorkészítések, ezt mind-mind, vagy akár a kemencével kapcsolatos játékot, én kicsit furcsán azért meséltem el, mert én inkább idézőben azt mondom, hogy ez az öngondoskodás, de a hiány és a nehéz élethelyzet, az akkori élethelyzet az azt hozta, hogy talpon kellett maradni. Megmaradt egy olyan kreativitás, hogy azok az idősek, ha most bármi történne, ők lehet, hogy most is tudnának a családnak úgy ételt készíteni, hogy közben nem biztos, hogy most mi az alapanyagokat meg tudjuk venni, és ők tudnának varázsolni. Dörögdön 12 féle őshonos fokhagymaféle van, ami kint van az erdő. Nem kell vetni. Az igaz, hogy eladhatatlan, ha most boltba használnak, mert ekkora. Ez a bakonynak egy nagyon fontos növénye, hasonló a tatárhagymához, hasonló a kígyóhagymához, nem csak a medvehagyma van ott, hanem ő ott kandikál mellettük. Ezeket a régiek használták, és most is lehetne használni. Most is úgy van, hogy az erdőkapcsolt mezők, ott a bakony, délbakonynak ezen a részén, folyamatosan így jelentkeznek a kisvirágok, és mondják, hogy ők ott vannak, hogy ők epét, májat, vesét, izzadást, immunrendszer gyógyítanak. Hát virágnyelven mondják, tehát ezért nem értjük, de hogy ezt azért kellett használniuk a falusiaknak, például nem volt gyógyszertár, de volt bábasszony, az volt a javasasszony. Miért? Mert a bábasszony segített a szülésben, tehát neki kellett tudni, hogy milyen fertőtlenítő anyagokat tud például főzéssel, kivonatolással létrehozni, vagy fájdalomcsillapító. Hát mire Dörögdről bementek volna 21 kilométerre lévő tapolcára, mondjuk lovaskocsival, addigra egy torokgyíkkal egy kisgyerek megfulladt, mert hogy ez konkrétan megtörtént 1904-ben. Tehát minden falunak volt nem boszorkánya, a bábaasszonya, vagy javasasszonya, aki tudta, használta azokat az anyagokat, amelyek ott vannak a külső környezetben. Tehát erre mondom azt, hogy mivel foglalkozik a Helytörténeti Múzeum, hogy az a tapasztalatot megpróbálja összegyűjteni, hát szabad időben, amennyire tudjuk, és nem azért, hogy ráüljön és pöffeszkedjen az ember, összegyűjtöttem, ó, nagy dombom van, mert dulántúli, hanem, hogy ha mi már nem leszünk, és lehet, hogy ez töredékes,
lehet, hogy nem pontos, de megmaradjon valami a következő nemzedékre. Hogy ezeket a technikákat hogyan használták az őseink. Tehát a Dörögdi plébánián vannak olyan kis parasztszékek, amelyeknél gyékén fonások vannak ülő alkalmatosságként, mert nem volt varrógép, vagy nem volt olyan vászon, tökéletesen működnek most is, és akik kutatók jártak nálunk és láttak ilyen fonásokat, azok így csodálatos, nagy tárgyalt szemekkel nézték ezeket a kis székeket, mert hogy ezek a motivumkincsek nincsenek ott más tájegységen. És ezt mind-mind a szegénység hozta létre. Ők pedig ez alapján éltek. De ez ugyanez volt, hogyha az Alföldről is beszéltünk, a tanyavilágban. Tehát a tanyavilág Vásárhelyi környékén, Békéscsaba környékén, Szentes környékén, ott a szomszéd az 500 méter vagy másfél kilométerre van, hogyha valamiért át akarok menni a szomszédon. Nincs villany, most is van még egy csomó olyan tanya, élnek benne, szerintem csodálatosan, hogy nincs villany, esetleg benzinmotoros agregátorra hozzák létre, és nem biztos, hogy van vezetékes víz, hanem van egy gémes kút. És ezek az emberek csodálatosan tudtak élni, gyerekeket neveltek föl, és mindent használtak a környezetükből. Most én ezt gondolnám egy nagyon aktuális és nagyon fontos dolognak, hogy amit én most a médiából kapok, csak szeretném mutatni, mert nem, nincs, ott hagytam a kocsiban, meg akartam mutatni, ilyen kis telefonom van, nem okos telefon. Mert hogy engem úgy tanítottak, hogy a fogkefével fogat mossunk, borotvával borotválkozunk, törölközővel törölközünk, telefonnal telefonáljunk. És most egy olyan világ van körülöttünk, és ez elsősorban nem itt, akik itt vannak, középkorosztály, vagy velem együtt az idősebbek, nem ránk vonatkozik, hanem a gyermekeknek, a sérülés alatti korosztálynál is. Én azt mondom, hogy nem mindegy, hogy milyen stafétát kapnak. És bármi szeretne a szülő ebben a virtuális világban segíteni nekik, hogy valódi dolgokat csináljunk, hogy főzzünk, hogy sajnyúságokat készítsünk el, hogy varjunk, hogy sétáljunk, hogy nézzük meg az erdőn a növényeket. A gyerekek azt mondják, hogy nem kell, mert itt van az okostelefon, és megmutatja nekem, hogy néz ki az a növény. De amiről én eddig beszéltem, tudom, nagyon sarkos volt az a kemence ügy, azok valódi találkozások, valódi megélések. Az, hogy a saját kezünkkel végeztük. És ezeket próbáljuk átadni akár az ifjúsági programoknál, akár Bederobival a közös főzéseknél, mert az itt elviccelődtük a legelejét, de azért nagyon fontos, hogy például amikor mi együtt dolgoztunk, az mindig nagyon fontos volt, hogy ez egy interaktív program legyen. Oda tudjanak jönni, meg tudják illatolni, meg tudják nézni. Akár a Robival számtalanszor lett, aki látta itt a programjait, számtalanszor csinálja azt, hogy na jöjjön ki, akkor vágja össze a vöröshagymát. Mert hogy szerintem ez a nagy titok, hogy ne lefényképezzük, rögzítsük, fölrakjuk a Facebookra, nem tudom hova, hogy fönt legyen, hogy ott voltunk, mert akkor nincs idő arra, hogy megéljem az ott létet. Majd legfeljebb nem úgy fogok emlékezni később rá. Megmondják, hogy Szőke hülye volt, nem is voltak ott 450-en fonyódon az előadáson, hanem 58-an voltak. De én hagy éljem meg úgy, hogy rengeteg ember volt, még a bejáratnál is álltak, és tombolt mindenki. Mert az szerintem a földi élő ember, és ez attól, hogy majd lesz egy modern világ, még modernebb, az az a csodálatos, hogy egyedi, megismételtetlen. Az, hogy egy nagymama meg tudja simítani az unokáját, hogy megsimítja a fejét. És lehet, ez majd 25 év múlva, vagy 40 év múlva fog az érintés valamilyen emléknyommal megmaradni. De nincs az érintés, akkor azért, mert elolvasom valahol egy szakirodalomba, vagy egy filmben látom, nem fogom tudni, hogy az, hogy a nagymamámat vagy a nagypapámat megölelhettem, hogy az milyen. Én ezt, tehát így a falu szempontjából ezt tartom nagyon fontosnak, hogy falun élni azért jó, mert maximum 2 hónapig veszhetsz össze a szomszéddal. Nem engedheted meg magadnak, mert utána köcsön kell újra kérni a traktort, vagy akkor nem fogja összevágni a tűzifát, tehát ez nem játék.
Én nem lehet egy életen keresztül veszekedni, mert például, ha nincs túró, akkor nyitás előtt kell az áfész boltból elkérni. Holott az a szabály, be van zárva a bolt. De ha jóba vagy, mert a falusi csinálja azt a boltot is, akkor az mondja, tessék itt van. Ezt csak most merem elmondani, hogy Covid alatt az összes kocsma be volt zárva mindenütt. Ez nagyon fontos. Most már itt magunk között el tudom mondani. Meg vannak itt olyanok, akik ezt értik. Az alkoholizmus az egy betegség, az nem játék. Egy faluban, mivel mindenki mindenkit ismer, az nem játék. Akár van Covid, akár nincs. Hátul volt a kukatároló a klasztrapokosban mögött, a kocsma be volt zárva. Két ültek a kukatárolónál, oda volt kiadva. Érdekes, hogy azok egy sem betegedett meg, de a télvíz idején is ott ültek ki. És ez azért történt így, nem a szabálytalanság miatt mondom ezt, azért történt így, mert nálunk például abban a faluban nincs hajléktalan. Vannak nagyon szegény sorsú, nehéz sorsú emberek, mondhatnám azt, nem mondok konkrét nevet, Puha Miki, hogy ő rendes családi ház volt, minden, elhagyta a családja, nagyon jó ember, lovász ember is volt, nem jön, hogy Mandi bácsival, de neki nincs már semmije, tehát elárverezték mindenét. Ott van a családja, a szülő, nem akar oda menni, de nem hajléktalan. Szabály szerint az önkormányzatnak az anyagraktára az nem lakás, de valahogy mégis oda került egy kanapé a kollégák részéről, mégis kidobódott egy rendes vaskályha, 160-as kéménycsővel, meg azért mégis mindig megy oda egy kis kaja, és Miki ott lakik. Nálunk nincs olyan, hogy a bejönnek a faluba, és akkor valakit látunk ott, hogy hajléktalan. De ez nem csak a mi falunknál van így, hanem szerintem a falu ezt nem engedheti meg magának. Azért ezek a pici közösségek azért léteznek, mert életbe akarnak maradni. És azért okoskodok ennyit a faluról, vagy a tanyavilágról, mert ha el tetszene képzelni ezt úgy, hogy ez egy, hogy mondjuk ez a, nem tudom, mondjuk az végéséget beszélek, jó, hogyha valami ebből nem értető, akkor úgy sincs diplomám, középiskolám van csak, de hogy képzeljenek el egy fát, egy élő fát. Mondjuk ez az egész nagy fa, ez a Magyarország. Ugye egy-két részét, például a törzsét, azt tudjuk, már azt látjuk, 2 milliós Budapest, Székesfehérvár, Győr, Sátoraljaújhely, Szeged, lehetne sorolni, Pécs, Sopron, azt is lehet mondani, Debrecen is. Na de hogy működnek ezek a nagyon nagy közösségek? Hogyha egy picit belenézünk, vagy ott vagyunk, egy pár napot eltöltünk, akkor kiderül, hogy az anyósomék, vagy a nagypapám, vagy éppen annak a testvére, de valaki valahonnan a nagyvárosba megérkezett. 20 éve, 40 éve, 50 éve, és még a töltött káposztát mindig úgy csináljuk, és még mindig úgy csomagolja be. És eljutunk oda, hogy ahogy van ez a nagy fa, ennek a gyökerei, azok a vidékben vannak benne. Nem csak abban, hogy a savanyúságot honnan küldöm föl, gyorspostán, hanem a történetekkel. És el lehet vágni ennek a fának a gyökérzetétől ezt a törzset, de akkor ez a törzs nem kap utánpótlást. És ha egy fát megnézünk tavasszal, gyönyörű virágzata van és csodálatos, és mindig oda nézünk föl, meg az illatok, meg a kis méhecskék jönnek. Azt, hogy ott mi van lent, arról mindig elfeledkezünk. És én ezért mondom azt, hogy lehet, hogy akár Somogyban, akár lent a horvát határnál, most csak egy zárójeles megjegyzés, mert rengeteg felé kellett elmennem ilyen gasztronómiai programokban műsort ötni, a horvát határnál tudok, nem fogom kimondani a település nevét, 200-an laknak benne. Van egy szülőhegye, ahol nagyon jó bor volt régen a háború előtt, és a szülőhegy az úgy néz ki, hogy amíg Jugoszlávia létezett, tehát rendszerváltás előttről beszélek, a szülőhegynek a másik fele az Jugoszláviában volt. Hát nyilvánvalóan nem lehetett átmenni, mert az egy határszél volt. De annyira
aludt ez a falu hosszú ideig, hogy most, ha bemegyünk, laknak ott jó páran, ha bemegyünk, ebbe a 200 fős faluba, nem viccelek, van körút. Tehát van az a neve, hogy körút, ez körülbelül egy ilyen 300 méteres kör, nem tudom, 6 polgári ház körül. És azt mondja az ember, hogyha egy ilyen műsorban vagy másod elhangzik ilyesmi, akkor persze van a szőke hülyéskedik. Sümeg, ezt tetszenek tudni, hogy Sümeg hol van. Sümegtől nem messzire van egy Megyer nevű falu. Ne higgyék el, majd keressenek utána. 6 laknak ott. Van saját polgármestere, saját önkormányzata. És egy sikeres falu. Az igaz, hogy most már nem biztos, hogy így van, de a polgármester Angliába ért, megvette az egész falut. De működik a falu. Kulturális programok vannak, rendbe tették a házakat. De hogy van ilyen is Magyarországon, hogy egy pár ember él ott, és nem tűnt el ez a közeg. Szóval, hogy csak azt akartam kinyugni, hogy azért csodálatos a vidék, mert valódi kapcsolatokat kap az ember. Ez nem azt jelenti, hogy nincs sírás, nem azt jelenti, hogy nincs félelem, nem azt jelenti, hogy nincs elbizonytalanodás mondjuk egy olyan időszakban, amikor úgy érzi az ember, hogy a külvilág nem tökéletesen működik. De él az a kis mikrokörnyezet. Szoktam stand-upokon elmondani, hogy Dörögdön úgy van, hogy 4-szer találkozunk, 4-szer köszönünk egymásnak. Nem azért, mert ez egy automatizmus, hanem mert fontos, hogy ez a falu így van együtt, de ez Vigán-Petenden is így van, ez Pulán is így van, ez így van Öcs településen is, és így van Halimbán, vagy Szőcön. Hogyha csak ezt a részt nézzük. Aztán az Alföld megint egy nagyon érdekes közeg. Az arra kérdésedre válaszolva, amit 24 perc előtt tettél föl, hogy természetesen van ebben egy nagyon szokatlan kettősség, hogy az Alföld tradíciója, ahonnan én jöttem, nem csak a disznóvágás, nem csak a fűszerezés, mások a tradíció, és más a Dunántúl. És ez nagyon érdekes volt látni, hogy ugyanakkor ezt ne versenyeztessük, hanem nézzük meg, hogy mennyi minden egy adott közegben máshogy alakult ki. Mondok egy példát. A Bakonyban nem is értették azt, mert ott volt tölgyfa, vagy nemesebb fák, hogy az Alföldön miért van az, hogy például egy sertést földön vágunk, vagy ott bontunk. A kerti budi ajtó le van véve, 2 téglával, mellé van rakva, és így bontják. Dunántúlon meg rendfa, meg szépen föl van rakva egy kvázi olyan, mint egy asztal, egy magasabb felületre, mert volt fa. Hát 1800-ban az Alföld, az elején az Alföldön mindent kiírtanak. Nem marad meg semmi. Volt kocsányos tölgy 1720-ban, de már nincs. És ezért nyilván az ottani közegnek alkalmazkodnia kellett ahhoz, hogy nálunk ott Dörögdön a nyárfát ki sem mondanak, tehát a fa minőségben ki sem mondják ezt a kifejezést, mert van tölgyfájuk, vagy van cserfa. De az Alföldön a nyárfából fantasztikus bontóasztalokat készítettek, vigyáztak rá, elrakták, hogy ne legyen vizes helyen. De ott azt a fát tudták használni. Tehát oda akarok csak kiukadni, lehet, hogy nagyon zavaros, amit mondok, hogy egy biztos, hogy az a sokszínűség, ami abban a Magyarországban, és ahogy így jártam ezt a kis kevés helyet, hogy a sokszínűsége a csodálatos. Tehát, hogy mondjuk Ormánságban például van fehér hurka. Azt lehet, hogy másod nem is hallottunk erről, hogy létezik ilyen. Ugye ez nyilván egy slábos recept. Hogy mondjuk az ember, ahogy a Robival is tanult és járt rengeteg helyszín, mondjuk egy 10 év múlva kiderül számomra, hogy a fasírozott, tehát amit ugye úgy is hívunk, hogy a darált hús, meg például egyszerűen csak egy házi kolbász, hogy az mondjuk 200 évvel ezelőtt úgy hívják, meg most is még éttermekben, közétkeztetésnél használták ezt a vagdalt. Hát azért, mert nem darált húsként készítették el. Nagyon finom szeletekre vágták, de magát a kolbászhús sem darálták le. 1820-ban nem darálják még mindezt. És ezekre rácsodálkozik az ember, hogy jé, ilyen volt. Hát aki például emlékszik még a régi disznóvágásokra, az otthoniakra,
akkor van bélmosó asszony, hát nincs mese. Tehát olyan nincs, hogy a kulárét kidobjuk, vagy kidobjuk a gyomrot. Azt nem mondom, olyan nagyon jó illat van ott, ahol a bélmosó asszony dolgoztak, de külön kellett vonulni, de nagyon fontos volt, és annál finomabbat, mint egy gyomorba töltött disznósajt, de hogy azt nem darálták. Tehát az eredeti verziónál kis szeletekre van vágva, visszavarják, lefüstölik. És nyilván ezután a helytől függően változik, átalakul. Szóval ez a kettősség az, hogy Szentes, a Tisza, a Köröstorok, az alföldi létezés, meg ez a dunántúli mostani időszakomát, öregeknek talán jobban értik, úgy mondom most, hogy nem nincs tervezve, hogy ez egy átmeneti időszaki dörögdön, mert ingyen van a temető, tehát a katolikus, református, evangélikus rész is meg, akik nem tartoznak oda, és ez nem egyszerű dolog, mert akik esetleg nagyvárosban vannak, a rokonaik tudják, hogy nagyon kell sasolni. Nem szól a temetkezésről. Jövő hónapban lejár a síre, hanem egyszer csak az ember már nem megy be, pedig megváltaná 50 évre, csak 25 évre van megváltaná, azt mondja, nem jött be megváltani, innentől már érvénytelen. Na, Dörögdön nem így van. Ott még illésető is ingyen temet. Úgyhogy hosszú távra kellett gondolkodni, tehát én nem nagyon akarok onnan Dörögdi rájönni. A Dörögdi részt és ezt a helytörtént részt szerintem elég részletesen kitárgyaltuk. Említetted? Ez így rendben van. Teljesen tökéletes. Kihúztam 13 kérdést, amit felírtam, hogy teljesen jók vagyunk. Említetted többször ugye az elmúlt másfél órában, amikor erről a két témáról beszéltél, Bede Róbert állandó társadat és Badár Sándor országos jóbarátodat. Kérlek, hozzál meg velünk egy-két sztorit, ami Robival és Badár Sándorral történt ilyen közös programok, főzések kapcsán. Hogyan ismerkedtetek meg, hogy kerültek előtérbe ezek az események, amelyeken mostanában szerepeltek, illetve az elmúlt években szerepeltetek. Egyáltalán hogyan alakult a ti kapcsolatotok? A Robival, Bede Róberttel az első találkozásunk, az a Baromfi Termék Tanácsnak volt egy olyan országos kampánya, ahol szerették volna, hogy a baromfi hús fogyasztás népszerűsödjön, és nem ismertük egymást, mind a kettőnket az a cég, aki szerette volna ennek a marketing munkáját végezni, mind a kettőnket megkeresett, és igazából azt mondták, hogy egy sorozatot kellene létrehozni, aminek az alap témaköre az volt, hogy falusi környezetben mondjuk az igazi ételek elkészülnek egy ismert szakácstól, tehát modern formában, de a falusi ízeket is lássuk, elkészülnek ennek a falusi változata is. Ez a Szárnyas Fejvadászok című sorozat volt. Én úgy tudom, hogy amióta a TV Paprika létezik, nagyon sokféle műsort gyártottak, külföldi műsorokat is vetítettek. Úgy tudom, hogy a fennállása óta az egyik legnézettebb sorozat volt. Nem volt bonyolult alapvetően a dramaturgiája, természetesen Dörögdön és Vigán Petenden forgattuk a sorozatot. Az alapfelállása az volt, hogy Robi tud főzni, én pedig szeretnék, de nem biztos, hogy jókor, és nem biztos, hogy pont úgy vagyok jelen a helyzetben, tehát volt egy ilyen kettős, mondjuk vita, ahol én küzdöttem, hogy ezek az ételek jók legyenek. Természetesen nem ez volt az igazság, hanem amikor például egy szőlőhegyen főztünk ősszel ebben a sorozatban, akkor előre megbeszéltük, hogy én mondjuk a vöröshagymát, fokhagymát a szőlőtőkéknél hova fogom elhelyezni, kikapartam a földet és hol raktam el, vagy más növényeket, esetleg még egy körtét is mellé, és amikor a jelenetet vettük, és én nagy boldogan ezt a kamera előtt kiszedtem és bevittem a Robinak, akkor ugye elhangzottak azok a mondatok, hogy Bandi, ilyet nem rakunk ebbe az ételbe. Tehát azt akarom csak mondani így a függöny mögött, hogy azok a humoros vagy vidám jelenetek, amiket látunk egy tévéműsorban, az rengeteg előkészítést igényel.
nagyon sokszor nagyon, nagyon sok lemondás. Tehát például ugyanebben a sorozatban van egy öntött vas edényben sütött kacsacomb, és hát a Robi nagyon jó szakács, de alapvetően egyrészt nem falun élt, másrészt öntött vas edényekben, az éttermekben nem nagyon főznek, és ez szabad tűzön készült ez az anyag. Csak itt az idősek biztos tudják, hogy egy öntött vas az elég érdekesen adja le a hőt, tehát ha fölmelegszik, akkor fölmelegszik. Robiék egy kicsit alányújtottak ennek az öntött vas edények, ami az enyém volt, és igazából a Robi sütött, meg a Robi főzött, de hát ez egy közös program volt, úgyhogy amikor szólt a Robi, hogy ahol égett a tűz, és ahol el volt fölé helyezve ez a vasedény, hogy én nézzem meg, hogy áll a kacsacom. És mivel mondom, hogy egy kicsit túlmelegedett ez a vasedény, és a kamera megjött velem, és én beletekintettem, hogy áll a kacsacom. Itt konkrétan az ajkai szénbányászatból lehetne említeni különböző anyagokat. Szarra elégett, tehát ezt a Robi csinálta. És bennem olyan 2 másodperc alatt zajlott le, hogy nem tudunk elmenni új kacsacombot venni tapolcára, mert bezárta volt. Itt vagyunk, ilyen 3 operatőr, hangmérnökök, nagyon fontos ez az egész. Tehát gondoltam, hogy megoldom a helyzetet. Volt egy úgynevezett borsodi családi 1,5 literes műanyag palackban házi sör. És amikor megemeltem ezt az edényt, mondtam, hogy minden rendben van, és a sört beleöntöttem ebbe a... Nem mondom, hogy forrásban volt ez végülis. Akik Szegedet ismerik, a Zsana gázkitörés az lehetett ilyen. Abban a pillanatban először is lekonyult az üveg, úgy, hogy van megolva, és egy ilyen 4 méteres gázláncsóba lövelt ki, szétköpte az összes sört. A Robi az 4 méterre volt tőlünk, és ez benne is van a sorozatban, kilassították, mert addigra már elég sok minden történt a forgatáson. Ez a vége volt, hogy a Robi így emlékszem, hogy kimerevedik a szeme, és nézi, hogy ez a barom szőke még mit fog csinálni, holott ő égette le a kacsacomból. És aztán tényleg szereztünk 2 másik combot, azt elkészítettük külön, és azt hiszem például ennek a műsornak a végén az hangzik el, hogy ha meg szeretnék még egyszer nézni ugyanezt, akkor a hegesszenekvelünk.hu nézzék meg. És innentől kezdve nagyon sok olyan történet volt, ahol mi együtt dolgoztunk, és ez nem csak azt jelenti, hogy egy adott előadáson mondjuk például egy tyúkhúslevest vagy egy töltött káposztát elkészítettünk, hanem rengeteget tanultunk egymástól, és megpróbáltuk ezeket a főzőprogramokat úgy létrehozni, hogy ne egyszerűen csak egy gasztronómiai műsor legyen, hanem legyen egy komplett színházi élmény. Emlékszem, ha már a római katolikus plébániáról beszéltünk, hogy egyszer Pilisvörösvár és az ottani környezet több település volt a vendégünk, tehát egy sváb napot készítettünk el, nem csak az Einmochnyél nevű étel, hanem jöttek az ottani nénik, és egy 60 literes nagy üstben sváb tyúkhúslevest is készítettünk. Mivel azért ezek nem olcsó dolgok, és ez egy társadalmi munka volt, minden próbáltunk elfogadni, amik alapanyagok, tehát a faluban volt egy ismerősünk, aki valahol Bábolna környékén egy tyúktelepnél dolgozott. Talán írt kézbe lehet az a tyúktelep, nem is akarok erről többet tudni, de végül is 8, nagyon szépen nézett ki vizuálisan, 8 ilyen tyúkot hoztak erről a telepről. Azt, hogy ezeket a tyúkokat, de hozzátenném, hogy egy tyúk az 8,5 kiló volt. Ezt a hölgyek tudják, hogy mit jelent. De nagyon boldogok voltunk, hogy itt egy hihetetlenül finom sváb, iszonyatos mennyiségű tyúkhúsleves fogunk elkészíteni a Robival. 7,5 órája főtt az üstben ez az egész, és azt tudnám mondani, hogy egy ilyen baseball labda és egy ilyen teniszlabda közötti állagban voltak a húsok. Már a Robi olyanokat mondott, hogy szerint Ausztráliában ez a kihalt moa madár lehet, mert ezt nem sikerült nekünk megfőzni. Tehát voltak nekünk elég
nehéz helyzeteink. Hozzáteszem, hogy ülnő plébán ilyen például, amit említettem a 89 előtti időszakban, hogy úgynevezett népszerű programokat is készítettünk a látogatóknak, például ruhadivat bemutatót. Tehát arra, nem tudom, tetszenek tudni, hogy a Bederobiki, ugye? Látták már? Tehát tudják, hogy hogy néz ki, mert meg én szerintem egy sármos férfias jelenség. Most ebben a programban ő egy rakétaporszívó volt a kezébe, egy neonzöld színű miniszoknya, nejlonharisnya, magas sarkú cipő és egy cofos paróka. Mert hogy nem volt hajlandó más ezeket a ruhákat bemutatni, és emellett 17 otthonkába a többiek vonultak föl. Tehát előfordult ilyen is, hogy merő egy, azt mondom, hogy egy nagyon nyitott szívű ember, segített, hogy ne menjen tönkre ez a program. Tehát még ilyen is előfordult, hogy ő női ruhába jelent meg, és itt most ne gondoljanak semmi más filozófiai üzenetet. Jó magyar ember ő, hogy is mondjam, csak szereti az ételt, meg szóval attól, hogy nagyon harisnyában volt, rövid szoknyában, még azért ő Bederobi. De hogy ilyenek is előfordultak, ezt talán itt is folyamodon elmeséltük, mert ezek mind valós történetek. Karcag mellett volt egy gasztronómiai előadásunk, egy nagy programon, és én ezt nem is értem, hogy ahol ez úgy mondom, hogy ez a birka hazája. Tehát, hogyha valahol a Szolnok és Karcag környéki területet megnézzük, akkor én nem hiszem, hogy innen mi bármit tudnánk mondani a birkával kapcsolatban, mert az a birka birodalom. Tehát ott nincs mese, ott a fejét is belerakják, tehát így néz ki felé a birka, mert ősi dolgokat is csinálják, értenek hozzá. De ehhez képest azt kérték, hogy mi egy birka pörköltet készítsünk el. Igen ám, de nagyon messziről jöttünk, tehát a technikai eszközök sokszor van olyan, hogy üstház, üst, azt ott kapja az ember az adott művelési háztól, mindig megkérdezik, hogy minden rendben van, mindig elhangzik, hogy minden rendben van, ugye itt is elhangzott, hogy valamilyen nem ford föl az üst itt Fonyódon, tudja, hogy nem mi hoztuk a gázrózsát, de mindegy. Na, ott meg egy, mondjuk úgy, hogy egy, nem tudom, ismerik a bonyhádi fazéknak, vagy bonyhádi üst, hogy ezeknek mi a lényege, azon túl, hogy bonyhádi, hát ezek zománcozottak. Na most, a hölgyek is tudják, hogy mindig, amikor az van, hogy úgynevezett a férfiaknak, hogy kimegyünk a szőlőbe, meg a Lajosékkal megcsinálják a pörköltet, és az ember odaadja azt a zománcozott fazekat, azt tudja, hogy a Lajosék, mikor 30-szor el van előttem, hogy berúghattok, nincs baj. Benne is hagyhatod, nem baj, ha bele penészedik, csak nagyon kérlek, hogy a betonra lekoccincsd oda. És ugye mindig az van utána két napokban, hogy rendben volt, biztos rendben volt, és így lerakják az üstöt vagy a fazekat, és kitűznek onnan azonnal, hogy abban a pillanatban, amikor így belenéz az ember, és látja, hogy pedig oda koccantották, hogy onnantól kezdve, azért mondom a hölgyek, majd mondják az uraknak, hogy onnantól kezdve abban az üstbe nem nagyon lehet levesen kívül mást elkészíteni, mert Robi nem így mondja, ő karamellizálásnak hívja, én Kozmának mondanám, és elég egy ekkora kis lyuk, vége. Ha 40 litert csinálunk, akkor is. Na, ott vagyunk. Karcagon. Én mondtam is a Robinak, hogy van kicsit érdekes ennek az üstnek az alja, hogy nincs semmi gond, majd fölöntjük. És ugye én voltam a kavaró ember, ő dumált folyamatosan meg, hogy kell vágni a fokhagymát, vöröshagymát, fittipaldi, mert ő nagyon tud vágni. És akkor én is próbáltam válaszolni, de időnként éreztem, hogy valahogy a kavarófa így ugrik. Nem merem mondani azt a szót, mert azért mégiscsak művelési házban vagyunk, de így próbáltam sugni a Rominak, hogy Romi, baj van. Azért. És kértem, mert nagyon sokan voltak ott a kedves látogatók, hogy ő próbáljon testtel takarni. Hát azt lehet látni, hogy úgy, hogy ő közben beszélt, mosolygott, minden, így valahogy megpróbált az üstöt kitakarni, és innen hátulról én próbáltam neki mondani, hogy szerintem Kozma. Azt mondja, ez lehetetlen, de közben beszélt az emberekhez. És azt lehetett látni, hogy Robi így egy ilyen fiszkászos kanállal így mögé nyúl, megmeríti
az üst tetejét, tehát nem is az alján. És miközben beszélt, szinte láthatatlanul bekapta, és azt láttam, hogy így az egész arc összehúzódik, és azt mondja, hogy igazad van. De nem állhattunk meg, mert egy előadás volt, és olyan 40 literes volt az üst, úgyhogy mondtam, hogy még egy picit beszéljen a fokhagymáról, én azonnal elkezdtem a településen rohanni, és egy kis óvoda volt mellettünk, az épp akkor zárva volt, de volt neki egy ilyen kis anyagraktára, és ott találtam egy UV-kék nejlon gyerekfürdetőkádat. Úgyhogy gyorsan azt odahoztam, és mondtam a Robinak, mert ő is azt mondta, hogy most azonnal át kell önteni, de attól még csináljuk a programot, és mondtam, hogy szereztem kádat, és hát ugye arra nem gondoltunk, hogy alapvetően ez a forrásban lévő üst, ahogy a másik történet is ugye emlékeznek, hogy hát rendben, hogy átöntjük, csak hogy van egy kis elasztika. Ez következőképpen nézett ki, ő annyira elkezdett mozogni, hogy elterelje az emberek figyelmét, hogy másik kezével megfogta ennek az üstnek a szélét, én meg a másik oldalon, és szépen öntöttük bele a gyerekfürdető kádba az anyagot. És lehetett látni, mint karácsonykor a Mikulás csomagja, hogy így húzódik össze az egész, és lesz belőle egy ilyen gyönyörű afrikai batyú. És mondtam Aroninak, hogy nagyon nagy baj van, mert itt még kék is lesz a kaja, úgyhogy gyorsan át tudtuk önteni, kimosattam az asszonyokkal az edényt, át tudtuk önteni, és tényleg nem, hogy mondjam, most hazudni akarok, megúsztuk a történetet, fölöntöttük, és egy nagyon finom birkapörkölt lett, de akarjuk, nem akarjuk, egy kozmás ügyünk az volt. Tehát, hogy ilyen küzdések számtalant lehetne említeni, azt már el sem merem önöknek mondani, hogy önök hogy szoktak hozzá a Robihoz, de azért volt egy ilyen, hogy a Tájföld című sorozatnál, ahogy busszal jártuk az országot, mondom, mert egyrészt már régen volt, másrészt meg csak így magunk között vagyunk, az a busz, amikor odaérkezett a forgatásra, akkor se tudott hűteni. Az éppen, hogy csak valahol eldöcölgött, de abban semmi nem működött. Igen ám, de mivel ez egy többnapos forgatás volt, a harmadik napon készítette a Robi a pacalt. De azt nem tudtuk, hogy a buszban van tárolva, úgyhogy nincs benne hűtő. Hűtőszekrény, csak nem volt bekapcsolva. Hát én még ez életben nem láttam, mosolygott, tehát fölvették úgy, hogy az magától majdnem elment ez a pacal. Gyönyörű fehér ruhában volt, és azt láttam, hogy de mindenütt a Robi, a hóna alján, a mellkasán, a gatyáján ekkora volt minden. Egyszer csak kijött és azt mondta, hogy ezt én nem bírom tovább. Négyszer öltözött át, utána végül is formailag, tehát látjuk ezt a pacalt, megoldotta, de négyszer öltözött át, azt mondta, hogy ő még életében ilyen büdössel nem foglalkozott, de azt mondta, hogy a szakma a legfontosabb, úgyhogy önök a filmben, ha ezt visszanézik, azt látják, hogy le van olajozva a haja, mosolyog, fehér ing van, nagyon négyszer öltözött át, megoldottuk, de az autó, nem a mi hibánk volt, az autó már akkor sem működött, mikor oda mentünk. Akkor sütöttem én kenyeret ott egy pékségben. És a Badársányira visszatérve, tegnap este is együtt dolgoztunk a Mátrában, az Ozon Hotelban, ugye 6 éves korom óta ismerem a Sanyit, neki az összes felmenője, a nagypapája, mindenki szentesi volt, a nagypapájának volt egy vegyes kereskedése, az az épület még most is megvan, a háború után elvettek tőlük mindent, és ő a Horváth Mihály gimnáziumnak az első olyan osztályába járt, amely a Várkonyi Zoltán és Bácskai Miska bácsi kezdeményezésére egy kreatív, drámai osztályként működött. Ilyen 5 volt akkor az országban, 80-as évek elején, és rengeteg ismert, hogy mondjam, jazzzenészt, operett színészt, prózai színészt, és lehetne sorolni, tévéseket tudunk felsorolni ma ezekből az osztályokból, mert ez a mai napig is működnek a középiskolában ezek a tanítások. A Sanyi az első ilyen osztályba járt, tehát Hevesi Tamás volt az egyik osztálytársa, Jantyik Csaba, aki egy operett színész, ott nagyon jó színész,
és Telnyák Zoltán is, aki sajnos már nincs az élők világába. Tehát egy nagyon, nagyon jó kis csapat volt. Én öregebb vagyok a Sanyinál, úgyhogy én ebbe a színházi csoportba, ebbe a drámai osztályban nem jártam, holott ha most kinyitják az internetet, ezért mondom, hogy ne bízzanak az internetbe azért annyira, nem én írtam. Ott mindenütt azt említik meg, hogy ebbe az első osztályban én is részt vettem. Abban a megközelítésben ez részben igaz, hogy amikor oda kerültem a középiskolába, akkor Báskai Miska bácsinak egy diák színpada volt, és ezen a diák színpadon, meg az ottani diák színpadosokon kísérletezték ki azt a programot, amit utána, mikor én már másodikos voltam, elkezdtek a majdani drámapedagógiai osztályban. Hogyha megkérdezik, hogy de ebbe a diák színpadba ott Szentesen hogy kerültem be, oda is kellett felvételizni, de mondom, akkor még nincs a drámai. Egy körülbelül ilyen teremben föl kellett menni a színpadra, de a színpad az csak ekkora volt, de ugyanilyen szép, csak egy függöny volt mögöttem, mert ez a gimnázium díszterme volt, és én nagyon szerettem volna ebbe a diák színpadba bekerülni. A többiek, mint ahogy ilyenkor egy felvételinél énekeltek, verset mondtak, monológot mondtak. Én úgy éreztem, hogy biztosra kell menni, tehát én a Ludas Matyit adtam elő egyedül 20 percben, én voltam a Döbrögi is, én voltam a Fák, én voltam a Harcosok, a Hajdúk és minden, ami lét a narrátor is. Hát saját magamat elvertem jelenet közben, és annyira nevetett Miska bácsi, hogy mondta, hogy nem kell végigcsinálnom csak ezt a 20 percet, mert így akkor rendben van, és akkor így ebbe a diák színpadba bekerülhetek. És abban az időben még nem volt elektronika, még a videó sem létezett, és ebben a gimnáziumban viszont volt egy kémia tanár, Kátai Mihály, aki egy filmszakkört vezetett, tehát én a gimnáziumban elsős koromtól keskeny filmekkel, amatőr filmekkel foglalkoztam, tehát azt mondom, hogy egy nagyon könnyű helyzetem volt a gimnáziumi időszakban, mert a tanulás mellett az nem nagyon ment, de a délutáni programokon volt egy képzőművészeti szakkör, tehát festettem, volt egy zenekarunk, zenéltem, volt egy filmszakkör, 6 kis filmet készítettem el a gimnáziummal, tehát országos fesztiválokat nyertek, és mellette a színházzal is foglalkoztam, tehát egy teljes értékű ilyen programunk volt Szentesen, és 1981-ben kerültem föl Budapestre, akkor még volt közveszélyes munkakerülés, úgyhogy én a minőségi szobafestő KTS-ben voltam betanított szobafestő, a Központi Fizikai Kutatóintézet atomkameráját is festettem, tehát én megfoghattam azt a kart, ami ezeket az atomsugárzó kockákat megemeli, mert az olajlábazatot kellett festenem. Minden nap mérték, hogy kaptunk egy háttérsugárzást. És ezekre a munkákra azért volt szükség napközben, meg délelőttönként, mert esténként a budapesti képzőművész körökbe és filmszakkörökbe jártunk el, meg színházi helyszínekre. Tehát én 1981-től Szomjas György filmrendezőnek voltam a tanítványa, a Kőbányai Patak István Művelődési Központnak volt egy filmszakköre, és ott dolgozhattam. Abban az időben Magyarországon az amatőr helyszíneken ez volt az egyetlen egy olyan közösség, ahol professzionális filmrendező tanította, most így mondom, hogy a munkásokat, mert ott fiatalok voltak, de mindenki munkás ember. És ez nekem egy nagyon nagy élmény volt, meg hogy mindenfajta egyetemi végzettség nélkül, amikor a Szomjas elkezdte azokat az ismert filmjeit csinálni, Kopaszkutya, Falfúró, vagy akár a Roncsfilm, én ezekben már dolgozhattam. Először apróbb megbízatásokkal a Roncsfilmnél, viszont arra büszke vagyok, hogy megengedte a Gyuri, hogy a dialógokat, tehát a párbeszédeket és a forgatókönyvet is vele írhattam közösen. Azért erre akkor nem volt példa, hogy
fiatalok mindenfajta, mondjuk úgy, hogy kapcsolat nélkül ilyesmivel részesenek, és játszhattunk is ebben a filmben. Többek között Badár Sándor is az első, az én filmem kívül az első komoly ismert filmszerepét azt ebben a Roncs filmben játsza. És aztán utána haladtak ezek a közös munkák szépen lassan. 1993-ban kaptam azt hiszem az akkori kulturális minisztertől egy Balázs Béla díjat, ami a filmszakmában azoknak járt, akik hát ott is, mikor megkaptam, akkor rajtam kívül mindenki 70 fölött volt. Tehát egy életút végén adták ezt. Ez egy nagyon meglepő élmény volt. Megvan még a papír, például abban az időszakban nem úgy volt, hogy megkérdezzük, hogy valaki el akarja valamilyen kitüntetést fogadni. Én akkor a 8. kerületben a Sárkány utca 12B földszint 3-ban laktam. Hozzáteszem, hogy nem volt emelet. Nem tudom most sarkosabban mondani, egy cigány családok laktak körülöttem. Külső WC volt, Falik út, ezek tanácsi lakások voltak. Na, oda jött meg a távirat, abban csak annyi volt, amikor kibontottam, hogy értesítem, hogy kitüntetem, és hogy hova kell menni. Tehát ma ez nem így van, de akkor a kutatási miniszter küldött egy ilyen üzenetet, hogy értesítem, hogy kitüntetem. És akkor el kellett menni március 15-én a bácsikkal együtt, és nagyon büszke vagyok erre, hogy ez a díj megvan. Erre a nagy kiadványra az van írva, hogy a magyar vizuális kultúráért tett tevékenységéért. Ez csak azért bizonytalanított el, mert a Magyar Képzőművészeti Főiskolára, mert az még főiskola volt, most egyetem, 8 évig minden évben felvételiztem. Úgyhogy minden egyes a felvételihez kellő szénrajzot, portrét, amit akarnak. Én mindent folyamatosan évközben csináltam, de hát azért ez egy speciális hely volt, összesen 4 vagy 5 embert vettek föl, én az alatt a 8 év alatt nem fértem ebből. Higgyék el, hogy a portás néni az jobban ismert, amikor mentem felvételizni már a vége felé, de ugyan a képzőművészet ugyanúgy, azt kell, hogy mondjam, hogy ez is főiskola volt akkor még, a Színház és Filmvészeti Főiskolának a színész és a rendezői szakára sem tudtam felvételt nyerni. Aval István volt a színészeknél akkor a felvételbizottság elnök, és ő annyit üzent, hogy mondjuk ezt egyetértem, hogy tessenek megnézni ezt a fejet. Hát, azért itt hátul lapos, úgy néz, mint egy vakon. Ő azt mondta, hogy nem vagyok egy olyan típus, aki színpadon esetleg komoly szerepeket kaphat, és ő nem szeretné, hogy valamilyen epizódista történet legyen az én életemben átéve, tehát nem sikerült a főiskolára bejutni. Az más kérdés, hogy teljesen össze legyen kavarva minden, hogy magán a színművészeti főiskolán tanítottam, Szantusz Jánosnak voltam a tanársegéde később. Például, ha az Antal Nimród neve mond önöknek valamit, ő most különben Amerikában él, amúgy is onnan jött, ott egy külföldi osztály, de nagyon jól tud a Nimród magyarul. Például az ő osztályukat tanítottam, az volt az órámnak a feladata, hogy hogyan kell pénz nélkül filmet csinálni. Nem viccelek. Ezt kérték tőlem, hogy ezt a technikát tanítsam a fiataloknak. És ugye utána az Antal Nimródot jóval később megismerhettük, ugye nagyon nagyon nézett filmeket készített Magyarországon is, azt a metrós filmet is, amiben a Badár Sanyék is játszanak. Tehát, hogy miközben nem sikerült ezeket a felsőoktatási történeteket, hogy mondjam, átélni, közben ugyanakkor tanítottam ilyen helyeken, de nincs bennem semmilyen keserűség. Én úgy érzem, hogy mindaz, amit a faluról, meg a hétköznapokról beszéltünk, azok számomra sokkal fontosabbak. Én például nyáron nem vágyom arra, hogy mondjuk Majorkára, vagy nem tudom, a horvát tengerpartra eljussak, mert én ott tudom, hála Istennek, hogy nem látják, hogy reggelente ott tudok viáncolni a kertbe, hogy mondjuk egy földi eperecet éppen melyik fázisában van.
lehet, hogy ezt kívülről nézi valaki, hogy én megőrültem, de hogy nekem ez így teljes élmény az, hogy mondjuk azokat a készítményeket, a fürdőbort, fürdőecetet, amikor csinálom, hogy ők éppen hogy vannak ott, én úgy gondolom, hogy ők ilyen önálló entitások, élőlények, tehát nem lehet őket ott hagyni. Én csomószor megkérdezték, hogy én miért nem megyek el nyaralni. Hát az egész világ nekem ott van dörögdön. Nekem az a világ mindenség. A Lajossal, a Áfész Bolttal, a Plébános úrral, mindennel. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, vagy még van? Azt nézem, hogy még annyi kérdés, hogy két órát itt lennék, hogy próbálok szaválni, hogy melyik irányba menjünk így az utolsó egy-két kérdés erejéig. Bírják még biztos, hogy nem mondanak, de nem unalmas? Akkor most énekelünk. Nem. Sok mindent mondtál, ugye a filmekről, a vidéki életről, a vallásról. Nagyon sok mindent csinálsz, azt már tudjuk és hallottuk. Mégis hogy érzed az életben? Elértél mindent, amit szerettél? Úgy élsz, ahogy gyerekkorodban elképzelted? Vagy van valami, ami esetleg hiányzik az életedből? Hát, hogyha mindenre szabatosan kéne válaszolni, akkor most az az érzésem, hogy rengeteg, de felsorolni nem tudom, hogy mennyit hibáztam. Hogy akárha festményekről beszélünk, vagy emberi kapcsolatokban, vagy párkapcsolatokban, vagy barátságokban, vagy teljesítésekben, rengeteg hibát vétettem. És ez nem védekezés, de zárójelbe oda tenném, hogy az ember akkor hibázik, hogyha valamit megpróbál létrehozni. Tehát nem lehet az ételt leégetni, ha az az étel nincs arra tűzhelyre fölrakva. Ha nem tudjuk, hogy az a só, az a konyhasó olyan jó, erős, nem olyan, mint a görög só, akkor nem tudjuk elsózni az ételt, mert nem rakjuk bele. Tehát nem védekezés szeretne lenni, ahogy azt mondom, hogy nagyon sok mindent elrontottam, de vagy nem jól hoztam létre. Voltak időszakok szerintem, hogyha most találkoznánk abban az emberrel 30 évvel ezelőttről, akkor azt mondhatnánk, hogy az egy állat, de ahogy viselkedett is, de azt merném zárójelbe odarakni, hogy megpróbáltam. Tehát én azt nagyon fontosnak tartanám, ha valamilyen stafétába ezt bele kéne rakni, hogy megint visszaugrok oda, hogy működik most a világ. Ha lehetne, akkor a környezetemben, vagy a gyerekek, vagy önöknek is ezt mondom, akkor adjuk át a többieknek, hogy ne féljenek a próbálkozástól. Higgyék el, komolyan mondom, hogy ha olvastam most olyan anyagokat, hogy nem olyan egyszerű az erdőbe kimenni, ne vegyék le a cipőt, mert az erdőben vannak mérgező növények. Hogy nem szabad a patakba, az erdőbe belelépni, mert lehet, hogy akkor valami ilyen minimum féreg valami fölmegy, vagy nem tudom. És bennem meg az van, hogy azt mondom, hogy de hát minden, ami körülöttünk van, a nap, az esték, az esők, a séták, a göröngyös út, ez mind-mind, amit ad a körülöttünk lévő világ, a teremtett világ, hát azért adja, hogy ezt megtapasztaljuk. És én szerintem annál rosszabb vagy nehezebb nincs, mint hogyha a megtapasztalást elvesszük magunktól. Tehát én elrontottam egy csomó mindent, mert próbáltam megtapasztalni. Ezért nem jól tettem ezeket a dolgokat. Nem érzem azt, hogy a másik, amit kérdeztél, hogy mert mit kellene, nem tudom, hogy jól mondom, hogy mit kellene máshogy csinálni, vagy amit még nem csináltam meg. Nyilván van olyan, hogy önök ezt nem látják, de van olyan, hogy bőgök, vagy elkeseredek. Meg nekem is van kisebbségkomplexus, nem csak önöknek. Vagy nem úgy mondom, hogy önöknek, mindenkinek, csak valakinek a csoportból. Tehát, hogy rengeteg bizonytalanság van bennem. De én szerintem az élet úgy teljes, hogy az ember fogadja el azt, hogy időnként hibázik,
hogy sérült, hogy nem tökéletesen tud működni minden, de az nagyon fontos, hogy tapasztalás legyen. Arra törekszem, hogy minél több olyan helyzet tudjon kialakulni, amiben tapasztalva élek. A Badárral tegnap, amikor éjjel mentünk a kocsiba, beszéltünk erről, hogy ez nem vannak ilyen stand-upos kollégák, mások is. És arról beszéltünk, hogy nagyon tehetséges színpadi jelenlétek vannak. Hozzá kell tenni, azok a, én úgy gondolom inkább, hogy monodráma, vagy önálló est, hogy azok a szövegek meg vannak írva. És ez nem védekezésként hangzott el a kocsiba, de arról beszélgettünk, hogy mi annak idején, amikor a stand-upokat elkezdtük, akkor azt mondtuk, hogy tehát abban az a csodálatos, hogy az olyan, mint egy otthon énekelt magyar nóta, vagy olyan, mint egy blues, vagy egy jazz, hogy elkezdi csinálni az ember, és az ott a színpadon, vagy az emberek között alakul ki. Hogy az egy improvizáció. Ma nem improvizálna. És ez egy nagyon, tulajdonképpen szakmai értelemben, vagy gazdaságilag, ez egy nagyon jó megközelítés, mert ha nem improvizálok, hanem minden ki van mérve ott az adott helyzetben, itt is az történt, hogy megbeszéltük, hogy milyen kérdések lesznek. És ő tudta, hogy én szét fogom az egészet rosszalkodni. Miért? Nem azért, mert neki gondot akarok okozni, hanem hogy éljen. És tegnap a Badárral arról beszéltünk, hogy mi ketten ugyanolyan előadás volt este, hogy a két ember fölment a színpad, és Badár előtte megkérdezte, hogy akkor mondjad, hogy miről beszélünk. Mert nem fogom mondani, mert amikor neked megmondom, hogy miről fogunk beszélni, te azért se azt csinálod, mondom, fölmegy, ez majd valami lesz. És volt is egy ilyen program, de hogy értsék, hogy ebben mondjuk az elmúlt 20 évből rengeteg bukás volt. Mert hogy nem lehet minden tökéletes. Nem mehet minden át. És attól még, ha az a kérdés, hogy meg tudja az ember ezt teljességgel élni, vagy meg van ebben elégedve, azt mondja, hogy igen. Ha tényleg úgy volt az anno, amiről az előtt beszéltünk, hogy esett az eső, és nem melegedett az a halászlé, akkor az úgy volt teljességgel a miénk, a Robival, mindennel. Hogy a hibázásra is nagyon nagy szükség van. Mert az ember megpróbálta, mert gyakorolta. Mert hogyha megpróbálta és gyakorolta, és mondjuk valami külső szemlélő által úgy tűnik, hogy az a húzott tészta elhasadt, akkor legközelebb tudom, hogy azt hogyan kéne melegen tartani, vagy milyen felületen kellene azt használni. Tehát, hogy benne nincs ilyen hiány, hogy mi az, amit még el kellene végezni. Én azt köszönöm a föntieknek, hogy az még egyelőre megadatott, hogy rá tudjak csodálkozni a dolgokra. Szerintem az nagyon fontos, hogy tudjunk pislogni, hogy mi minden történik körülöttünk. Rengeteg fájdalom és rengeteg dráma van, amiket a médiákban olvashatunk. És nagyon, nagyon sok ismerősem azt mondta, hogy ez a világ, meg ami most történik, tőlünk nem olyan messze más országokban is, hogy a pusztulás felé vezet. Én pedig azt tudom mondani, amit a plébánián kaptam, tanultam a régi könyvekből, ahol olvasom a hullámzásokat, a történelmi helyzeteket, hogy nem lett rosszabb ez a világ. Nem büntetést kapunk, hanem tőlünk. Mi magunktól tud csodálatos ragyogó lenni, mi magunktól tud áramlani, meg mi magunktól tud elromolni. És én tulajdonképpen arra törekszem, vagy azt próbálom a helyzeteimben létrehozni, hogy ezek az együttjátszások, vagy egymásra csodálkozások, ezek megmaradhassanak. Mert amúgy tényleg azt látom, hogy ezt én nem tudom meghatározni, hogy honnan, de hogy mások esetleg, nem mi, mások esetleg azt akarják, hogy ne legyen meg bennünk ez a csodálkozás, ez az öröm, ez a játék, meg ez a tradíció. Szerintem az fontos, hogy vannak tradícióink. Az fontos, hogy hova tartozunk. Az fontos, hogy mik a gyökerek. Nem azért, mert ez verseny, hanem hogy tudja az ember, hogy mire támaszkodik. Na igen, de akkor nagy egészében, ha
az ember tudja, hogy mire támaszkodjon, akkor nem biztos, hogy úgymond a marketing vagy a reklám kellőképpen tudja befolyásolni. Én most ott tartok, hogy ha eljutok odáig egy boltba, hogy valamiért nem bízom abba a cukorba, akkor azt mondom, hogy majd büdös lesz a konyhámba, de akkor csinálok saját cukrot. Lehet, hogy nem lesz fehér, lehet, hogy barna lesz, de azt mondom, hogy tudom, hogy miből készül. És ez nem biztos, hogy mondjam, mindent az egész világban jó, de én annak örülök, hogy ahol viszont én létezem, ott azt látom, hogy próbálkoznak, és azt látom, hogy még a tradíciókat valamennyire megtartják. Említetted korábban, ugye nagyon sokszor beszélgetés elejében most is utaltál rá, hogy vallásos vagy, említetted azt is, hogy az egyházközségi képviselőtestet tagja vagy Taliándörögdön, a Mária Rádióban is van műsorod. Miért fontos neked a vallás? Milyen kapcsolatod van Istennel? Miben segített neked a pályafutásod alatt? Hát lehet, hogy most furcsának fog tűnni, amit mondok, hogy mert már is kötözködtem egy csomót, hogy nem vagyok vallásos, hívő ember vagyok. Az én értelmezésemben a kettő nem ugyanaz. Nagyon sokféle vallással találkoztam, és nagyon sokféle vallással foglalkoztam, a zen buddhizmussal is. De én úgy gondolom, vagy ezt nem szoktam én nem tudom milyen nagy felületre kiírni, de hogy azt így vállalom, hogy egy hívő ember vagyok. Ez azt is jelenti, hogy imádkozom, és a magam módján próbálok imádkozni. Ha önök között is van római katolikus, és statisztikai megnézik, hogy mennyit vagyok bent a római katolikus templomban, vagy ott vagyok-e minden egyes misén, vagy gyóntam-e, akkor lehet, hogy statisztikai kiderül, hogy vannak velem problémák. Az más kérdés, hogy esetleg az atyával együtt az 1300-ban már működő templomot időnként mi rakjuk rendbe, az erősítést mi csináljuk meg, vagy éppen egy 2 tonnás sírkövet mi tolunk be a templomba, tehát hogy elég sokat vagyok fizikailag a saját templomomban is, de úgy szakmai értelemben, ahogy rendesen ezt kell, nem biztos, hogy mindig ott vagyok minden egyes misén, mert hogy dolgozom, mert hogy el kell menni máshova rendezvényekre. De a maga az ima, az imádság, az megvan. Ha véletlen egyszer eljutnak a Dörögdi plébániára, akkor például van külön egy olyan terem, ahol az egyházhoz kapcsolódó, akár falusi kegytárgyak is jelen vannak. Na erre mondta azt a badár, hogy ő oda éjjel be nem merne menni, mert mindenhonnan figyelik. Van külön egy ilyen tárgyanyag gyűjtemény. De visszatérve a hitre, hogy abban biztos vagyok, hogy minden ablatja, ami eddig elhangzott, legyen az főzés, legyen az barátság, legyen az filmes alkotás. Ha nincs hozzá hit, akkor én úgy gondolom, hogy egy savanyú káposzta, vagy egy csalamádé, vagy egy gyümölcskompót, ha én azt nem hittel, és a hithez kapcsolódó szeretettel készítem el, akkor az nem lesz olyan. Én azt mondanám, hogy a hit az itt az európai embernek az egy nagyon-nagyon fontos támaszték. Anélkül nem lehet elmozdulni most itt a hétköznapokban. Megint azt mondom, hogy persze nem mindenki akarja, hogy legyen ez az erős hit. És itt formailag, hogy evangélikusokról, reformátusokról, baptistákról, vagy római katolikusokról beszélünk, vagy pravoszláv vallásról, ennél mindegyiknél azonosnak érzem azt, hogy bennünk megvan a hit. És ugye ebbe a környezetbe belekeveredett egy másik furcsa kifejezés, az, hogy imádkozás. Amennyire én tudtam ezeket a régi anyagokat elolvasni, és amennyire én tudtam ebbe tájékozódni, a csodálatos dolog például a Dörögdi templomban, ez egy pici templom, 150-en férünk be, nagyon sok idős ember van, és csodálatosak az imák. Nagyon jó az akusztikája. De ha úgy egy rádiófelvétel szempontjából néznénk, akkor azt lehet, hogy és nem arról van szó,
hogy nem tudná a csoport, a közösség tartani azt, hogy pontosan ugyanúgy hangozzék el, hanem elindul egy áramlás abban a teremben, azokkal az idősekkel, akik minden vasárnap oda mennek, és az egész elkezd együtt pulzálni. De ezt azért szerettem volna mondani, mert én meg azt mondom, hogy ha a hit szempontjából nézzük ezt a történetet, akkor az ima mindig ott van velünk. Ha a Bedarobi főz fonyódon, nem kell, hogy attól a nénik lássák azt, hogy mögötte ott áll szők és imádkozik azért a helyzetért, hogy legyen nevetés, legyen kacagás, ne égjen le az a hal, hogy a Robi ne izzadjon annyira. Mindig ott van az ima, mert hogy ebben az értelmezésben mi is az ima. Azon túl, hogy természetesen a teremtő és a felső, mondjuk úgy, nagy tudáshoz kapcsolódik az ember. De imád, tehát hogyha azt mondom, hogy hogyan kell imádkozni, mi az én imám? Hát az én imám az az ima, amit én ki tudok mondani. Ha például a felső műfogsorommal baj van, akkor nem fog tudni pont ugyanolyan imát kimondani, mint akik itt lent a közönség soraiban ülnek. De nem azért mondom azt, hogy az imáink nem egyformák, mert mi sem vagyunk egyformák. Mit csinál az ima? Pontosít. Létrehozza bennem a tiszteletet, létrehozza bennem a pontosítást, a figyelmet, az összpontosítást, meg az alázatot. De energiát is létrehoz. Illéseke mondta egyszer, hogy nagyon-nagyon messze van a római katolikus egyház tanításától, mondjuk például az indiai szemléletmód. És azt mondta, hogy nagyon érdekes az egész, mert ott úgy hívják bizonyos imáikat, hogy mantra. Azt mondja, hogy de technikailag semmi más nem történik. Ugyanolyan elmélyülésről van szó, de és nem így hívjuk a, nem tudom, hogy Fonyódon van a katolikus templom, de ha oda megyünk és belefülelünk, amikor szentmise van, nem hívjuk mantrának. De ha nem vagyunk bent a teremben, kint ezt fogjuk hallani. És azt így nem akarom, mert nem ez a célja ennek a beszélgetésnek most minden állam dörögöt idehozni, hogy igen, időnként a saját templomunkban hallottam, hogy ebből van verseny. Tehát Bözsi néni, aki 87 éves volt, az oda akarta tenni elsőre, hogy ő mondja ki annak a szónak a legelejét. És ezt, ha más elől közelítenénk, meg azt mondhatnánk, hogy ilyen teljesen káosz, ami történik egy templomban. De nem így van, hanem az úgy mindennel együtt, hogy ez a kis közösség ott van abban a kis templomában, én azt mondom, hogy ez ugyanolyan erős tud lenni, mint mondjuk a Veszprémi Székesegyház. Csodálatos hely, sokkal többen vannak ott. Az, amit az ima létrehoz, az lehet egy kis szobában. Megint nem véletlenül mondom a paraszti kultúrát, hogy a tanyákon volt külön egy almárium, egy falba épített kis szekrény, és volt saját házi oltár. Nagyon egyszerű, hogy miért. Tehát a teremtőhöz oda tudtak fordulni, de tessék elképzelni, hogy 40 évvel ezelőtt az Alföldön leesik egy őszi eső, akkor nincs az az ökös szekér, nincs az a fuvaros, aki mondjuk időre be tudja vinni a tanyában élőket a városi templomba. Meg kell oldani, hogy tudjanak imádkozni. Ugyanolyan szent és ugyanolyan szakrális volt az a sarok egy tanyában, ahol ott volt a korpusz, és elmondták az imákat. Bennünk történik meg, legalábbis amit nekem tanítottak. Tehát ott a Dunántúlnak azon a részén van még rózsafüzér társulat, idősek talán tudják, hogy van egy ilyen közösség, és hát a szocializmusban részben, ha jól tudom, ezek a közösségek be voltak tiltva, ettől függetlenül működött, de hogy ha megnézzük, akkor a rózsafüzér közösségben együtt imádkoznak, de ha valaki, mert nagyon idős, főleg idősek vannak benne az ilyen falusi közösségben, nem tud elmenni a közösséghez, akkor ők tudják, hogy mikor van a közös ima, és ugyanúgy az az idős ember ott a saját szobájával elmondja az imát, és azt mondják, hogy ez összeadódik. Senki nem foglalkozik abban, hogy
négy utcával arrébb van ez a történet, vagy nem, bennük, a lelkükben, a szívükben ez összeadódik. Tehát, hogyha visszatérve erre a kérdésre, hogy szerintem hit nélkül meg nem, egyszerűen nem lehetne ezekhez a dolgokhoz hozzáállni. Tehát én nem tudom, hogy ezt szabad-e mondani, én egy hívő ember vagyok. De ebbe is hibázok egy csomót, többiben. Nagyon szépen köszönjük, Bandi, hogy elfogadtad a meghívásunkat és eljöttél hozzánk, és nagyon sok érdekes, izgalmas sztorit és értékes gondolatot hallhattunk ma tőled, egy nagy tapsot kérünk vendégünknek. Én meg nagyon köszönöm, hogy beszélhettem önöknek, és hogy meghallgattam. És abban reménykedem, hogy esetleg az, hogy mindenféle ilyen zavaros történeteket elmondtam magamról, hogy talán, hogy ez a színpadról hangzott el odafelé, hogy lehet, hogy segít egy picit, ha valami hasonló problémával önök is találkoztak. Azt akarom mondani, én sose fogok majd oda menni megkérdezni, hogy ezek megtörténtek-e önökkel. Ha tudnak ebből valamit használni az enyémből, akkor azért történt ez, hogy így kitárulkozott az ember, hogy hát ha segít az önök hétköznapjaiban. Nagyon köszönöm még egyszer, hogy itt lehettem önöknél. Szőke Andrással ezt a nagyon érdekes és értékes beszélgetést. A következő Fonyódi Polgári Est február 29-én kerül megrendezésre itt a Kulturális Központban, amikor is bepótolunk egy korábban elmaradt beszélgetést. Egy olyan ember fogadta a meghívásunkat, aki erre bízom benne, hogy nagyon sokan kíváncsian lesznek, és sokan ellátogatták hozzánk akkor is, hiszen vendégünk lesz Bőte Csaba Ferences rendi szerzetes. Várjuk önöket akkor is. Akkor is sok szeretettel, és kérjük, hogy hozzák el szomszédjaikat, barátaikat, rokonaikat, legyünk minél többen is. És vasárnap a Szamócé. És vasárnap a Szamócé, így van. Köszönjük szépen, hogy eljöttek, viszontlátásra.